talán. Jó, átadom a szót Stefinek, próbáljuk meg felolvítani. Sziasztok, szeretettel! Szeretettel köszöntök mindenki, Stöcker Gábor vagyok, Stöki, aki ismer, azt tudja, hogy a videójáték a vallásom, úgyhogy az interjú urakra bálványaim, de legalábbis a hőseim. Egy tapsal köszöntsük őket, jó? Erdély Dániel, Szentomé, László, Tóna, Jancsó és Kis Donák, és itt ül mellettem Tatosik Szilárd, a Vakondok 4 végig egyszeres rendezője, neked pedig köszönöm, hogy csinálta egy dokumentumfilmet az urakról és a hozzá hasonlókról. Először tőled kérdezném meg, hogy milyen viszonyú volt a filmnek, hogy ezt fesztiváloztattad, mert meg ezt már tavaly bemutattad szűk körben, aztán az internetre is fölraktad. A szakmai körökben milyen viszonyú volt, és mennyien nézték meg? Tudom, hogy amúgy részt pozitív visszajelzések jöttek, de majd itt megerősítik a közönség sorában jövők, hogy jó volt, vagy nem volt jó. Úgy tűnik jó volt, vagy csak pedig útvariasak, de valószínűleg nem jöttek volna egy kérdésre, de valószínűleg nem sok érni jött, hanem a jelenlévő filmen ismert jelenlő emberek miatt jöttek. Abszolút jó volt a fogadtatás a külföldön is, a fesztivál közül nem úgy sokra jöttünk, de emellett úgy tudom, hogy a GDC idén jött egy filmfesztivál, és ez a Kaptikával legnagyobb fejlesztésre foglalkozó konferencia. És ott is bemutatták, illetve tavaly a Gamescom-on is bevetítették, hogy ez a vetítés is. Amíg visszajöttek visszajelzések, akikhez így eljutott Billboard, igyek ott is elég jó volt visszajelzés. A honlapokban is tudjátok nézni, vagyunk a külföldi nevesi játékfejlesztőkre is rögzítettünk ilyen ajánlót, úgyhogy a Luigi Kessler, aki a Pestos Futurot alapította, és elismeri a nyugdíjtól. Ő nekem személyesen mondta, hogy neki fogalma sem volt róla, hogy itt Európában, főleg így a kori időszakban a hasonló miatt ilyen szinten mentek a dolgok. De nagyjából mindenki meglepett, hogy ott is, amik egyébként azt hallják arról, hogy jól ismerik a videójáték történelmet. Úgyhogy jó volt a fogadtatása. Néhány ilyen falapi infót áruljál nekünk, hogy ezt hány ember csinálta, milyen hosszú ideig és mennyi pénzből. Ez volt az első dokumentumfilm a Vakondok sorozatban, amire sikerült szponzorokat találni. Úgyhogy egy nagyon magasnak hangzó, de igazából nem végtelen összegű, 40 millió forintot szedtünk összegre. Akkor volt jó, hogy 6 hónapon keresztül akkor a főállásban 10-15 ember tudott rajta dolgozni. A legjobb, hát nem legjobb, de mondjuk, ami számít, a legjobb elérhető technikát ki tudtuk fizetni belőle. Erre a három hónapot a forgatás, három hónapos időszakra, és ki tudtuk fizetni a grafikusokat, akik intro animációt csináltak, tudtunk fizetni a többieknek. Úgyhogy ez egy ilyen egész jól sikerült, hála a három fő támogatóknak, amit sikerült hozni. 6 hónapig készült, már utána az aktív készítési időszakot jelenti, jött, amíg egy ilyen 6 hónap előkészítése részben megelőzte, és hát a stábistát mindenki látta most. Nem emlékszem meg, de szerintem összességében akár egy ilyen 30 ember is simán volt, aki részt vett a készítésében. Most manapság, amikor a új Avengers film is két részben jön ki, és Nemes jelez Lászlónak is 144 perces az új film, hogy álltad meg, hogy ezt a iszonyat nyersanyagot ezt 90 percre vág? Milyen elvek mentén gondoltad, hogy ez másfél órára beesülik? Ugye a moziba akartuk bemutatni, és 40 órára nagyon drága kibérelni egy mozit, úgyhogy gondoltam, hogy a fél óra elég lesz. Egyébként nyilván megy a másfél óra, kicsit több, másfél óra az, amit még úgy az ember képes végigülni, és nem lesz tényleg esetleg az érdeklődését, akkor ők már azért nagyon jónak jelennie folyamatosan egy filmnek, hogy ne unja meg az ember, úgyhogy nagyon nem akartam a másfél órától eltérni. És hát igen, nehéz volt meg bármi, főleg azért, mert ugye én úgy kezdtem fel a forgatásba, hogy nem tudtam, hogy itt ilyen sok minden történt. Voltak ugye sztorik, amiről hallottunk, és azok román elkezdtem forgatni, és jöttek az új sztorik, és jöttek az új sztorik, és kiderült, hogy volt interjú, és már volt minden, és akkor csak így nőtt a halmaz, és akkor már jutóan megbántam, hogy akkor már belekezdtem a 90-es években, meg egyébként, mert igazából ez egész történet önmagában megállta volna kereken a helyét egy filmként, de akkor már így belekezdtünk, úgyhogy belekerültek mások is. És hát
próbáltam azt kiválogatni, ami a legjobban átadja inkább azt a, azt a hangulatot, azt a világot, amiben ez történt, és nyilván amikor kevesebb idő jutott arra, hogy mondjuk egy-egy fejlesztés, akkor konkrétan túl sok információt megtudni az ember. De ennek köszönhetően a visszajelzések alapján azoknak is tetszik, meg értékelhető, akik mondjuk kifejezetten nem érdeklődnek videójáték fejlesztésre, de maga ez a közeg, amit bemutat meg ezek a, az akkori kreatívok, azok őket is úgy vettem észre, hogy leművezik. Ugye majdnem 50 interjúra épül a film. Van-e olyan ember, aki nem sikerült elérni, és nagyon bánott, hogy, hogy nem került be, vagy esetleg elérted, de nem ezt mondom? Igen, van. Hát ha valaki a filmet figyel, akkor a például a Császár András nevet összehangzott, aki ugye a legleintőbb benne volt, és utána is el is vezette az akkor már nemzetközi szinten is, mert úgy nemzetközi szinten is elég első elérő céget. Őt sajnos ugye el tudtam élni, de valamelyet nem szeretett volna ebben részt venni. És meg volt egy-két fejlesztő, akiket viszont nem sikerült elérni egy senki keresztül. De mondjuk a Császár András a nagyon bánat, hogy őt nem sikerült megbeszélni. Hát elérte viszont majdnem 50 ember, többek között az urakat. Most hozzá fordulok, hogy a Vakmondok vetítése, megjelenése óta változott-e bármiben az életetek, felismernék benneteket a közérben vagy a postán? Ugye egy mikrofonunk van, úgyhogy tegye fel a kezét, aki válaszol. Oda London. Hát nekem egy ilyen élményem volt, amikor talán tudják itt többen, hogy aztán nekem volt egy ilyen televíziós kalandulással, abszolút külsősként. Na, megkérdeznek azt, hogy mondja, hogy én voltam a számítástechnikai díszoki a Magyar Királyi Televízióban, mert más nem volt. És akkor egyszer előfordult, és elfutnám, hogy meg is tudtam, hogy tankoltam. Igen, megjelentem, de az a félvédész, hogy én volt, nem lett tömeges. De hát azt hiszem, nem is ezért csináltuk. A mikrofont, akkor annyit meg hadd mondjak el, hogy de mi már hát a, talán itt a Laci van hozzá legközelebb korban, de azt hiszem a korai közül én vagyok a legalábbis korban nagyon idős, és én is meglepődve látjuk pozitív értelmű, hogy az ennyi ember tért nekem is itt ennyi, és ennyi fiatal arc. Tehát gyerekem, mikor szoktak érezni, most hova is megyek, és mondtam, tudod, ez olyan találkozó, hogy háborús veteránokat hívnak, hogy Doberdóban, Balszárnyon, hogy álltak föl a rágyutaltak, és akkor papát ilyenkor néha megkérdezik, hogy olyan is volt, és akkor ilyenkor. És de az nagyon megható, hogy az ennyi embernek érdekel, hiszen ez valószínűleg abban a technikai közegben, amiben ma már történik meg így, ahogy aki még benne van, hallgatom, én már nem ebben foglalkozom jó ideje, meg a egyetlen szakmám is kicsit más, mert most felnőtt vagyok, de hogy ehhez képest még azért ennyieket érdekelnek, hogy őkenek meg. Meg hát az a megismételhetetlen korszak, ami ma már történel rám, ami között mi ezt csináltuk, vagy elkezdtük, vagy próbáltuk csinálni, az nekem őszintén szóval megható, úgyhogy bármilyen felkérésre, mivel szükségeljük, hogy részt veszek, ha megkeresnek. Úgyhogy én köszönöm az érdeklődést mindenkitől. Halló! Én értem, amit a Donát mond, és hát én is megpróbáltam neki ezt elmagyarázni, hogy ami manapság folyik, ahhoz képest, ami akkor folyik, ami elkezdtünk. Egész más. Itt már tudnod kell, mit akarsz csinálni, és meg vannak hozzá az eszközök. Mi nálunk akkor a hogyan nagyon sokat számított. Tehát ha valahogy tudtál csinálni valamit, önmagában a műszaki bravúr, hogy a Nagy Csabának ez a kis labirintus a játékává, az akkor elég volt. Ma egy koncert nem elég. De még egy jó játék sem elég, ha nincs mögötte. Mert a játék, ha nincs mögötte. Adsz felismerés, mozgópontok, mimikai színész, motion capture, és ami még hozzávaló, valami jó kis Facebookos átszér, Messenger, Bing. Szóval a világ manapság nem annyira azt a műszaki tudományt referálja, amit nem tudom a képviselni. De ha az eredeti kérdésekkel elválasztom, nem is kellünk hozzá. Elég örülök neki, mert vannak dolgai. Engem sem is lehet fölött. Én ma nem az arcommal szerepet, de a rajzanyagban, és ahhoz képest, hogy a filmben van másodperc, szóval hát ez dolgozónak tűnhet, hogy felszólalok, hogy beüljön az asztalhoz. Csodálkozom, hogy nem jön.
elkezdtünk, mert akkor viszont több ezer vagy talán 10 000 órát lenyomtunk, és nagyon furcsa módon, titokzatos módon tűntek el a munkáim, játékötleteim, teljes játékötleteim. Mert ez a piac, vagy a sors játéka, én ezt komolyan veszem, és tulajdonképpen azóta is vannak projektjeim. Egyik legnagyobb projektem volt 1995-ben 2000-ig az internet bemutatása a közönségnek, a legnagyobb művészeti intézményekben, Műcsarnok, Szép Iparművészeti Múzeum, Iparművészeti Múzeum, stb. Tehát én tulajdonképpen valamilyen módon megmaradtam a területen, de olyan szorongásom volt ezek miatt a megfejtetetlen gyilkos eltűnések és háttér információk miatt, hogy ki, hogy részesedik, tényleg itt többször elhangzott ilyen romantikusan, hogy mindenki csak lelkesedésből dolgozott. Hát igen, de amíg volt, nekem ez a szülesből megy elfélem, hogy szóval azért ez nem egészen van a trendjén, hogy azt mondják nekem a programozók, hogy az egyik programozó már fél éve nem tud megoldani egy problémát, és akkor majd átnézzük. És közben meg a Novotrade, vagy az angol megrendelő lemondja azt a munkát, amit több ezer órát dolgoztam. Szóval én inkább a probléma oldaláról közelíteném meg a dolgot, mert túl sok volt itt az édek és meg a önfényesítés, meg a spankosaga, a zseniózás. És hát én szóltam is előre, hogy én nem akarom még jobban bedobni a szívemet. Úgyhogy a jelenet, hogy a rajzányom volt teljesen kész játék, ez a második pillanat, ami nagy siker volt itt a berkeken belül, de nem a piacra. Aztán az a játékom, viszont mint játékén találtam ez a Hoppingelt, az 25-et eladtak, kaptam a 75 forintot, talán csak egy két, valami 251. Nem volt az olyan pici-pici vér, akkor talán már lehetett nagyon sokat innen megtudni. Szóval ezek máig rejtélyek, és utána is nagyon sokat gyümölcsöztettem a számítógépes ismereteimet, a kommunikációt, és én interneten alakítottam egy nemzetközi csapatot, akikkel egy speedrun elnevezésű geometriai rendszert 38 éve fejlesztek, 79-ben kezdtem még a Rubik Ernő óráján, és nagyon sokat segített az, hogy két másodpercet megtaláltam a világban a megfelelő kollégákat. Tehát ez összefügg, tehát a csoportban dolgozott, ez tényleg egy óriási dolog volt, ez egy jó aspektusa a filmnek. Csak mondom, hogy mellesleg utána ledoktoráltam bölcsészkaron, hogy filozófiával is egy kicsit tisztában legyek a világgal, hogy hogy épül fel a valóság, mik azok, amiket csak képzelünk bele, és mi az, hogy hagyja maga? Hosszú? Jó, lekerekítem. Tegnap, hányadika volt, harmadika? Tegnap voltam évnyitón, és megyek Bolyabára, a Jobbikarra. Igen. Nagyon érdekesek mindig azok a történetek, amik nem félnek, hogy a belem áll a filmbe, és ezek most már ki fogod adni a Blu-ray kiadásodat, ami most még Indiegogon még egy-két napig talán, hétvégéig még lehet jelentkezni. Ugye összejött a kampány, úgyhogy megvalósul ez a Blu-ray kiadás, ami 40 óra extra lesz, többek között olyan történetek, amik nem fértek be. Engem ezek közül a történetek közül a csempésztorik érdekelnek legjobban, mert az így nagyon egy-két mondatban tűnik csak fel a kérdő, hogy be kellett csempészteni egy jó Tamásnak holra 64-eken. Ez tényleg ilyen vadregényes volt, és ez egy egyszerű alkalom volt, vagy ezt így üzletszerűen csináltak? Hát ez úgy hívták akkor, hogy a fejlesztés hátrányállás, ezt üzemszerűen csinálta. Talán annyit megérdemel a dolog, hogy egy szót említsük egy emberről, aki nem nyilvánozott közülünk, akinek nagyon sokat köszönhet ez a teljesen véletlen, hogy Magyarországon ez akkor ilyen elindulhatott, ő volt a Stein Robert, aki egy azt hiszem elég halandos és teljes élet után mostán egy hete halt meg, és ő ugye egy magyar 56-os diszidens, egy klasszikus történet volt,
és elektronikával kezdett, elektronika kereskedésen kezdett foglalkozni, és a régi Gáborral ők jó voltak, és így indult el az egész. Neki egyébként barátja volt a Jack Lenny, aki a Commodore-nak akkor a kereskedelmi igazgatója volt. És hát ugye a 80-as évek Magyarországán, most nem szeretnék itt ebből nagyon olyan húzni az időt, de azért nem úgy volt, hogy valaki leszálló magán Jack-től a Ferihegyen, pedig ő ahol jött. Úgyhogy ezek akkor azért nem voltak olyan egyszerű idők, ahhoz, hogy utazhassuk, ahhoz nekünk volt egy szakosító külkereskedelmi monopól helyzetben élő cég, akkor be kell írni, mint a utazási engedélyt kellett kérni, minek megy, hova megy, vízumot kellett kérni, a valutát kellett kiváltani, nem értő szak. És előfordult, hogy azt mondták, hogy Robi, telefonált, hogy három napon fog kell lenni, és akkor ez alatt állapodott meg. Na most hát ugyanez volt a helyzet a gépekre is, ugye mi abban a helyzetben voltunk, ami hát akkor még nem volt ennyire hatalikus, mint ami most a Laci felsorolt, hogy itt és még mennyiszer ennyi kellene, ugye ahhoz, hogy valahogy mi akarnánk ebből élni, de akkor már a célgépen fejlesztettünk, célgép pedig nem volt hozzá fogadó Magyarországon, hogyha elállapul valamilyen munkát, annak volt valami hardware-igénye, akkor szépen alakult ilyen nyugszalatos melegszen a Robinak, és akkor a Robi ezt olyan egy-két hetente járt hozzánk, felügyelő vagy nézve, hogy hol találnak a projektek, akkor azt rendszeresen becsempészte. Volt, hogy lebukott, ezt azt hiszem el is meséltek, akkor pár napot eltöltött ilyen szigorú őrizetbe. De amikor ezt a ritta asztalon látható Robi-ék a történetet csináltuk, akkor konkrétan ehhez hát elég sok szállítóikat kértünk, meg hát nincs ezt kinek mondani, mekkora szó volt az akkor, hogy milyen spektrum szintű géphez. És hát leadtuk a listát, és ott meg nagyon akkor péntek lelegél itt, és akkor ezt kiadta a két srác, a Dominik meg a Márk, hogy mondták, hogy nagyon konyha vásárolni, jöttek a szét a brálvárosi csíkos öltönyükkel, szigidben a bankárőltönyükkel, és voltam, akkor kérek három, kettőt, vagy a Dixisnél, vagy nem is tudom, biztos, hogy vásároltunk. Ez 120 valány kiló lett, ezt én hoztam adat, ez a személyi fogyászkert. És hát volt úti ellátmányom, hogy nem volt bankkártya, meg internet, meg semmi. És hát kinéz a recepciós buszról, ugye becsolatot szépen nem kapunk neki dobozóra, vagy 9 szóhoz. Nem van túl sok helyem, azt nem tudtam, hogy 126 kiló, azt mondja, ez mind a magányok. Mondtam, igen, ezt akkor is feladtam. Ebben mi van? Hát mondtam, office-ekvétre. Ebben végül is nem mondtam, hogy a nagy hallgatóságot, hogy szép halmazat, illetve sokat kaphassak. És akkor szépen egy-egyet levétel, nem jutottuk be, de a számítógépeket. De hát ez rendszeres üzem volt sajnos, és hát a Nintendo-m is kvalitott be, a szintén a Robi nevét, vagyis mondjam, dicsérjük elhitte nekem, én kiírtam aki havarával, Tokióval, a bazánkba, ami akkor nekünk egy ilyen emblematikus kulista célpont volt, pillanatos verenyőt kiutat egyszer aki havarával, mondta, és nekem nagyon piszkált a Nintendo dolog, akkor már, és mondtam, hogy a fogom egyének a márnak, kettőt, és nem azt így beosztott, hogy is a forgalomra. Ami hát nyilvánvalóan szigorúan tilos volt, tehát volt, hogy már már lehetett a határnak azt mondta, hogy említve a pláník van, aki emlékszik, hogy akkor jöttek be a rítőszeknek, talagondolom, hogy összefogták a kedetünket, vagy a hívó, és akkor megutaztatták a nagyobb kétbe. Szóval ezek ilyen ma már exotikusnak tűnő történetek. Én még az előzőhöz, ami, hát ha jól értem, akkor kiben, de nyilván színes élményeket hagy. Amire egy nagyon jó szívvel emlékszem ebben az őszakban, hogy óriási élénység. Robi maga, a Rétpilot Tamás a maga, ugye három napig elfelejtett hazamunk. Ugye neki az elszékei volt az első feleség, és a név lehozta a kutyát, megmutatni fejlődik, hogy ilyen. De hogyha arról volt szó, hogy értekezett, oda kéne érni ebben a szempontból, hogy egy karolján érdekelt, és hogy azért mert kell, azért sehol nem tudom. Valaki érdekelt, akkor lehet, ez föláll. És előfordult, hogy ott bennézzen el ilyen amelyeket. Olyan is volt, hogy amelyeket csinálták, hogy akkor a pitnek már nekem is volt. És ezekből ilyenek, hogy behozták már, mint a nyitfejtől. Az utolsó egy napra összeköltöztünk, ahol emlékezhetünk. Úgyhogy ez akkor is egy nagy dolog volt, mert olyan egyéniségeket lehetett megismerni. Mint például Lorit, aki hajlandó volt vállalni ezt a rendszeres frusztrációt, hogy időnként azért elkapják, kikérdezik, most ez hova hozzá, hol az import engedi, akkor import engedi, nem lehet csak behozni valamit. Hát forintése lehetett, hogy forintot átváltani csak úgy kemény devizára, kemény valutára, rengeteg kellett kérni, meg kell igényelni, és hát végül is ez volt a dolgozéknek az üzlet benne, de hát ez rendszeres volt, gyakorlatilag üzemszerű cserélészetet.
Most ugye elhangzik a film elején, hogy a Beregi Tamás mondja, hogy akkor született meg egy ipar, egy ilyen játékfejlesztési ipar. Ti ennek akkor tudatában voltatok? Volt bennetek valami fennköltség, hogy ti most itt valaminek a kezdetei vagytok, vagy csak örültetek, hogy a új Commodore gépen frügyöghettek? Hát nem tudom, hogy hogyan van. Én személy szerint biztosan voltam tudatában semmi ilyesminek. Egyedül az vezérelt tényleg minket, vagy engem meglátos, hogy csinálni valami olyan, amit más nem csinált, amire majd azt mondják, hogy hú, ezt hogy csinálom, ez. És ugye évről évre mindig valami újabb dolgot tudok. Évről évre mindig van olyan dolgok érni jönni, ami az előző évben még nem létezett, ami az előző évben annyi lehetetlennek tűnt. A következő évben utána azt megcsináltuk, és egy évek később az már nem volt. Nem. Tehát minden évben valami nagy dobást kellett csinálni. És nekem személy szerint ez motivált. Szerintem személy szerint az motivált, hogy valami nagy dobást létrehozni. Viszont tehát amikor kiszálltam ebből az egészből, akkor ez már teljesen igazszerű működött. Tehát én az Apollo-zár volt 2000-ben. 1999 eszemben a 31-ig léptem ki, akkor az már egy teljes ipari üzem volt. Én amikor? Mert minden fejlesztőnek ez, hogy van egy haverja, akivel majd csináljuk a játékot, és nekem is volt egy ilyen haverom, egy tanítványom, akivel aki azt mondja, hogy játékot kell csinálni. Csináljuk. És megcsináljuk a játékokat, és akkor ez így nem az igazi, mert ha eladjuk, na az lesz az igazi. És mondanunk, hogy az a helyzet, hogy van itt egy cég, nagyon szerint egy utolsó aljas kirabolnak, az a napot. Na akkor úgy gondoljuk, oda megyünk. Hát ugye, az nagyon komolyabb kellene, hogy ilyen hírük van, és akkor elmentünk, és akkor mentem oda, valóban az, hogy iparszerűen folyik az, amit mi hát csinálgatunk otthon, hogy ott ült egy ember, és ott lemezeket adott a másiknak, és összetem, és sajtatóink fog ott ülni, biztos. És aztán így kezdődött, hogy ez valamihez mérten nagy dolog lett volna, aztán egyszer éreztem át Amerikában, amikor kimentünk befejezni a Delfin, csak nekünk minden forrás, akkoriban nem volt ilyen source control system, meg mit tudom én, de Novát már akkor is loptunk. És a Novel szerverünket vittük a hónunk alatt, és ott a Segov Amerikában akkor kezdték bevezetni a hálózatot. És összeállítani egy Novel szerver. És mi rátettük a kis gépnek is csendesen, hogy ennek nekem van itt a van ez itt magába. És akkor, amikor összerakták a Novel, hát még jogosultság nem volt rajta igazából, úgyhogy akkor úgy érszem, hogy nem volt ezekhez képest is. Aztán, amikor a Steve-nek leadtam a fizetési listát, amit az ő újonnan megütött Novel szerverből adottam, akkor meg úgy hiszem, hogy meg menjünk vagyok. És a Steve nagyon hálás volt. Mert utána tudta, hogy kivel kell beszélni. Tehát ezt sorrendben rendezte a kecsibé. Na, ez számít? Ez nem számít. Egy mondatot, ami kérdéssel kezdődik, hogy a kokom lista meddig tartott 90, mert nekem hoztak egy Macintosh Plus-t, és az óriási dolog volt, egy amerikai szobrásznő fekete táskával. Az a Plus az egy pici gép, nem tudom, ki ismeri, egyik első Cupertino-ból, és óriási nagy szám volt, akkor reklámügynökségnél dolgoztunk, és ez egy 1 mega RAM-os gép volt, és emlékszem, hogy csináltam vele a szakmunkban, a óriási plakátot. Kicsit a zsebetekben szeretnék turkálni, de a filmben a fizetésről szó esik, hogy valutában kaptátok és el lehetett költeni, de hogy milyen rendszerben, meg kb. Mennyit, vagy milyen rendszerességben, milyen különbségek voltak, az nem esik szó. Nem tudom, erről mondanátok-e valamit, az úrra kérdezem a munkásztárra. Hát szerintem többfajta konstrukció volt, abban amiben én dolgoztam, ott az volt a szokás, hogy mi megcsináltuk a játékot, a végén az eladásnak volt 15%-ban. Jó rendszerűen a 30-70 volt a kockázatosság, az a 70-ben nem szabadott védé, de erre most már nem lehet mondani mérget. És
hogy a pénzt akkor kapunk egy részt, amikor, amikor eladták a játékot, illetve kapod egy kerületet, hogyha most nem tudunk kérni, hogy most már közel van az éghalás, akkor kapunk valami eleget, amit aztán lehetünk az később a játékból. De alapvetően de igazából én nem nagyon foglalkoztam én a pénzről, hogy így jut a számlámon, tök jó volt, hogy így valutába jött, akkor lehetett még több pénzt csinálni, mert karácsony előtt mindig voltak kereskedők, akik kimentek a Vörös Madidére árulni, és ők a dollárból szerezték az árukat. Dollárból viszont csak velünk tudtak menni, mert nekünk volt valutánk, úgyhogy ilyen napi szinten jött kétségbe esve, hogy kell még három darab küzdőautó, azt már gyorsan megyünk, és akkor megyünk egy küzdőautó. És akkor abból hogy tett az egy szép pénz. Mostának az a történetem, hogy egyszer mentem Debrecenbe egy esküvőre, egy rokonomhoz. Hát közben azon odakoztam, hogy hogy elmenni elmenni Görögországba, egy Formusztánkkal, hosszú volt az út, és egy átkoztam. És akkor megérkeztem Debrecenbe, akkor az első kérdésem az ott a rokonomhoz, hogy kérem, hogy szegyen adott Formusztánkot, mert autókereskedésre fogott a ház. Ez 80... Mindjárt 24 éves volt, 84-ben. Nem, az nem lehet. 94-ben. Nem. Kérdésen. 88-ban volt szerintem. Nagyon régen. 88-ban. Mindegy, 80-as éve volt, amikor össze kell állni, hogy hány éves volt az autó. 14 éves volt az autó, és 78-as járt már. Lassan lehet. Lassan lehet. Akkor nem tudom. Nem tudom, mindegy. Na, ma de nem szeretek mennyit levet. Na, és akkor megkérdez, tehát egy ilyen két kérdőtől meghozta egy eladó fordusztánkot, és akkor ő meg így szemezett lenni, és nekünk mondta, hogy de. Hát ő pont előtte ebben a plátot egy eladó táblát egy fordusztánkon. És akkor elmentem megnézni, akkor kiderült, hogy ez egészen forintra pontosan annyiba kerül, amennyi pénz van a számlámon. Úgyhogy azt rögtön meg is vettem. A fogyasztásra 24-et fogyasztott, amikor siettem vele, 13-at, amikor gyöngyösen mentem autópályán, az a minimum. Igen. Majd az olaj? Hát 5 literes, 7-8-as, elkezdik az állat. De... Szóval... Hát igazából akkor azt éreztem, hogy ezért dolgoztam. 24 évesen majd húztánk, amit mi kell még ennél több az embernek. Ez egy ilyen valuta volt, ez a diplomata volt. Nem volt pénzünk rá. Tehát mi elkötöttük azt a pénzt, amiből dollárt vettünk volna. Nincs egy papírunk volt, hogy megvehetjük. De miből? Szóval nem vettünk dollárt egy darabot se. Viszont van, akinek volt pénze, és hát ezt csinálták. Én nem csináltam. Én amit lehetett csokira, meg ilyen oldószerre költöttem, mindent elköltöttem. Vagy azt éreztem, hogy ez most érdekes, és hát szerintem igazam volt, mert most pont ugyanezt lehet venni ott a spárban. Akkoriban más élmény van. Tényleg amit kerestem vele, de akkora élmény volt 84 nyarán, amikor megjött az első abszolút érintetlen intaktobozos Commodore, hogy éreztem, hogy meg fog változni az életem. És hát rengeteg éjszakát töltöttem vele. Minimálisan. Én itt nem tinderezek az asztalról, csak jegyzeteltem a filmnézés közben, hogy miket szeretnénk mindenképpen megkérdezni. Az mindenképpen meg szeretném kérdezni, hogy Donát, te mikor kerültél ki a képből, és miért? Hát azt hiszem az elején, a legalábbis a professzionális történet. Hát ugye én élek nekem tulajdonképpen egy elődöm, vagy hát nem nagyon volt elődöm, de ő lett az utódom is, ugye nem, már említett császáradás. Ugyanis amikor a Nolotel elhatároztam, hogy a pályázat meghirdetés alapján a külkereskedés bonyolító ügyintéző lányok által elbíráltam, majd valahogy
csak a Robi eladja valahogy a Angliában ásózza valakire. Ugye ennél kicsit professzionálisabb szervezetet kell csinálni, akkor kitalált, hogy csinál erre egy tábort, akik főállásban ezt csinálják. És ennek én voltam az első vezetője, ezt akkor a Novazitnál a játékszerű stúdiónak hívták, ott hárman voltunk, akik ezt próbáltuk vezetni. Jó magam, a Gépiro Tamás, aki a művészeti vezető volt, aki a minden, ami zene, grafika és egyéb. És a Vető István, aki a közgazdasági részért felel, tehát a szerződésekért, a royaltyért, számolásokért, stb. És mivel én magam akkor már csináltam egy játékot, de másodállásban, vagyis harmadegyedötöd, akkor ez volt a divat, tehát a főállásban nem értünk meg, hogy mindenkinek volt ezen más mellékállása. És ez úgy, én úgy kerültem bele, hogy a Császár Andrásnak a felesége, az nekem kolléga nagyon volt, ahol én tisztességes vezérlés technikai szoftveren pédiszkáltam egy mikroprocesszort eszemlébe, és avval azt hiszem csillebe rakó vezérlést csináltam éppen a pécsi uránbányának, és akkor hát tudták, hogy értek az E80-hoz, meg a ezen ültem fel, és hát akkor merült először fel, hogy a macskát át kellett írni a spektrumra, ami viszont az E80, vagy hát itt 80-80 alapú volt, és mert az eredeti Commodore mi oldott. Úgyhogy én azt elvállaltam, beruháltam egy másik hasonló villamospektrumból álló csapatot, a volt évfolyamtársaimból, és akkor azt megcsináltak, és az nem bukott meg. És akkor kaptunk egy másik témát, én amikor bejöttem, elkezdtem, hogy a valódi díszletekre, az a Boyer House nevű játék, ami ki se lett tartva, ez egy fűtőházba kellett időben szerepeket kiengedni, hogy elrobbanjon, de hasonló díszlet volt, mert mi nagyon szerettük. De azt még éppen csináltuk, amikor jött az Euréka felkérés, és akkor az úgy döntött a régában, hogy na jó, akkor most már ennek legyen teljes táb, és akkor felajánlott ezt az állást. Úgyhogy ezt én töltöttem be először. Én 87-ig csináltam, 87-ben rengeteget dolgoztunk, utaztunk, programoztunk, és nagyon sok egy időben futó projekt volt, és hát nagyon mazsolák voltunk az egésznek a menedzsmentjéhez, meg hát a technológiai környezet, akkor egy masszívan szocializmust építettük bőzerővel. És ami engem zavart, mint szoftveres, kvázi, az, hogy nagyon sokszor nem azért buktunk, vagy nem azért volt sikerünk, mert valamit nagyon jól megcsináltunk, hanem mert a királynő nem volt elég csinos, a dallam nem lett elég fülbemászó, és ez zavart, hogy rengeteg ember, rengeteg munkája és zseniális programozói teljesítmény benne volt, és mégsem lett siker. És én, mivel hogy eredendően én miamosmérnök vagyok, azt mondtam, hogy én szeretnék valami esmét csinálni, ahol mérhető a Chile az 800 métert leesik, vagy nem esik le. Tehát ez egy bináris eredmény, ez mérhető, ahol nem ennyire szubjektív elemei vannak a sikernek, és azt mondtam a Gábornak, a Rénynek, hogy szeretnék visszatérni olyan értelme a magam szakmájához, de azt meg rettenetesen éreztem, hogy olyan valamit csináltam, ahol tudtuk azért, azt sejtettük, hogy ez a KGS-nél nem itt kezdődik a világpiac, ahol megmérhetjük magunkat. Tehát, hogy a Microsoft azt mondja, hogy negyed évente leírja, hogy már pedig eladtak 823-at, lehet, hogy nem egy vagyontér, de mert ugye mi egyszer csináltunk szabad szemben látható mennyiségű pénzt az EOLK-ból, iszonyú kockázatok árán, és fizikai és mindenféle előfizetés árán, de megmérhetettünk magunkat egy piacon, ahol valódi verseny volt, és ez nagyon izgalmas volt. Tehát minket ezt hajtott, és én azt szerettem volna, hogy visszatérek a mérnöki szakmámhoz, az ezen a piacon maradva. És akkor én a Novocét berkeinkkel megül kezdtem el az első saját cégemet, még mérnök iroda, ezt más kamerai irodának hívták, és akkor ebből lett az első vegyes tulajdonú Kft., ami úgy volt vegyes tulajdonú, mikor a Sárközi féle gazdasági társasági törvény megjelent, 88-ban, akkor mi voltunk az egyik első, aki átalakultunk, 25,4 millió forint volt az alaptőke, iszonyú pénz volt akkor, ebből 25 millió forintot adott a Rédikában, a Novotel is 400-re adtunk mi néha. Egy akkor már félig meddig sikeres, jó pár évvel álltunk. És aztán ebből nagy szép, nagyobb cég lett, aztán több utó cége, most is egy ASK jelenlegi cégben dolgozom. Elsősorban a képfeldolgozás a foglalkozunk, ipari és orvosi, a legnagyobb sikerünket az első, a világon az első képfeldolgozás ellen működő vizeleti üledék diagnosztizáló. Ez most nem annyira izgalmas téma, annyira belmennék, szokták kérdezni, igen, most pedig TBC-s betegeknél keresett köpetekbe fluoreszens ilyen félmikronos baktériumokat, szintén mesterséges intelligenciával. Tehát valami maradt ebből az egész közegből, de itt is, hát ez sem annyira objektív, mint gondoltam, de a csillag az előnyű alatt.
88-ra vett a Mustangot. Vagy 89-ben. Ez elhangzik a filmben, hogy több csapata volt a Nova Zaire-nek, néhánynak a neve is elhangzik. Milyen volt köztük a viszony, hogy emlékeztek erre vissza? Én abszolút támogató volt, vagy volt valami rivalizálás, esetleg egyenesen ilyen magyaros formatálódjon le a szomszéd flopja is. Nem tudom, azt ideget hányszor akartak utána megverni. Nálam az én időben volt valaki fölvett, meg a haverjék megkérte, hogy kísérje el, mert neki a számlási titkái vannak. A Nózétel és azt én testesítettem meg ebben a szerződéses viszonylatban. A rengeteg ötletet beadó, aki mind zseniálisnak gondolta a saját ötletét, de és nem értette, hogy miért nem azonnal világsiker. Hát, mondjuk, hogy építőjelnekű voltam akkor módján, de hát Ékesnek nem mondható. De a csapatok között volt átjárás. Tehát a csapatok nem úgy, nem mindenki maradt úgy, hogy az a csapat aztán utána jön álló cégén át, hanem akkor utána egy másik játék, lehet, hogy máshogy összeállt. Tehát egy másik grafikus, egy másik vezetőprogramozóval és a többi. Tehát ilyen értelemben azért nem volt kvázi, azt gondolom, öldöklő verseny, de aztán vannak sokan, akik önállásodták magunkat. Az előző még annyit a Mustang, hogy egy ideig tartott. Aztán a Nagy Csaba, nem tudom, elmondta-e, ő például a teljes összegüket, ami pedig egy nagyon sikeres játék volt, a Traffic, amit az indőmben egyetlen volt, amit a Sony-nak el tudtunk adni, és tényleg egy nagyon addiktív játék lett, abból vettek, akkor végzős, úgy emlékszem, matematikus hallgatók voltak, vettek belőle egy öreg Volkswagen, a vertek a Norvég fjordokhoz, ha jól emlékszem, és azt hiszem annyit bírt ki a busz, tehát ez így volt méretezve, ez volt a Traffic bevétel. A Nagy Csabához, amit jelenes elmondani, hogy az nem csak egy busz lett, hanem nyert egy alapkor összeget, meg egy vacsorát az angol királynővel, volt egy titkosítás, találtak ki az angolok, és kiírtak egy pályázatot, hogy aki feltöri, az kapva valami összeget, nem tudom mennyit, köszönjük vacsorát az angol királynővel. Ami úgy nézett, megint csak a 80-as években vagyunk, hogy egy szép sütötti napon kapott egy levőt egy csapatot, szombati után 6 óra találjuk a Buckingham palotában. És ez a meghívó, ez mindig megvan a vitrínjében, értelemszerűen itt elmenni. Viszont ami a rivalizálásra, az egy olyan fajta rivalizálás, azért mentek különböző csapatok között, hogy ugye néztük egymás munkáját, segítettünk egymásnak, és például emlékszem már, amikor a Nintendo lépett át Commodore-ra egy hoki meg egy kosárlabda játékot, például a Blades of Steel, akkor hát ott azért mielőtt hozzákezdtünk, azért ilyen egymás között megbeszéltük, hogy hogyan is lesz ez megcsinálva. És akkor például volt egy másik csapat, aki azt mondta, hogy ezt nem lehet megcsinálni. És akkor az látok kezdve, hogy nagyon erős kihívás volt, hogy ez mégis csináljuk már meg. Amikor a szomszédszobában jönnek át a kollégák mindenak nézni, hogy hogy állunk, mert hogy ezt nem lehet megcsinálni. És amikor elkészült, akkor az egy azért utáni érzés volt, hogy hát na, hát ott mégis működik ez így. Hát ez inkább ilyen szoba volt, hogy a Tóni mondja, volt a Szentesi Józsi szobája, a Tóni szobája, a mi szobánk, meg Szajder. A zenészen osztoztunk, már nem úgy, hanem úgy, hogy ő mindenkinek zenélt. Sőt, olyan zenészünk volt, aki gitárra kottázott. Nogrez nem tudott, és volt egy csont, hogy fiú után kellett újra csinálni, és akkor gitárra próbálta. Én erre emlékszem meg arra, hogy egymás közt egymásnak nem ártott, mert nem volt ez a leformatálni a másiknak. Egyetlen egy emlékszem, ez Andrásnak volt egy ilyen kis diplomafóbiája. Már olyan, hogy imádta a diplomát. Ő nagyon sok, tényleg Nagy Csabáról, ő is Arany Dánieles, meg a Cseri Pista, az külsákot nyert, meg Arany Dánielt is, szóval nem voltak annyira kut emberek, és viszont jött egy srác az MIT-ról. Az MIT-s ember az zseni volt. Szóval őt nem lehetett mit csinálni, minden nyelvet, akik már gyakorlatilag rendelkeztünk, de hát nem az MIT-re jártunk, de csak mekkora voltunk, hát akkor így. És az volt a feladat, ha egy rövid történetet mondhatok, egy golfjátékot kellett csinálni egy ilyen kisebb Bandai nevű cégnek, és úgy érezte a feladatot megoldani az MIT mérnök, hogy kiveszi a romokat, és statikus romokat tesz a helyére. És ugye elég jól megoldható volt a feladat, mert hát ha basztír az ember volt, akkor szép tájat lehetett megrálni. És nagyon jól ment a fejlesztés, amíg videókat lehetett megoldani.
és aztán az volt a munkahipotézis, hogy ez olyan jó lesz, hogy a Bandai azt mondja, hogy mindenhol ki fogja cserélni statikus romokra, a koinopokban romokat. Ez nem történt meg, hanem amikor már először kiküldtük azt, hogy ez a helyzet, és át kéne alakítani kicsit a játékot, hogy lássák a játékot, jött egy rövid fax, az volt ráírva, Bandai people says, quit development. Ez a srácnak a karrierjei befejeződött, de utána további karrier futott be egy másik cégnél, egy ilyen Novotel spin-offba, ahol képes volt az egész fejlesztési hatályot passzvörddel cipkódolni. Én ezt az egyet hallottam, aki ilyen normális dolgot csinált, ő is visszacsinálta aztán, mert rábírták, de úgy azért ilyet én senki másnál nem láttam, csak lehet ezt az MIT-n tanítja. Téged foglak kérdezni. A filmben az egy kicsit el van kerve, hogy mi lett az Appaloozával 2000 után, de te erre talán tudsz válaszolni, tehát akkor még ott dolgoztál, ugye? Nem tudom. Ez az első, amit tanult. Valóban vannak ilyen dolgok, hogy például Ed Annunziata, aki a producer volt, és aki jól megállott ezt a Delfinis játékot, győzködtük, hogy ő is szerepel, mondjon egy-két szót. A következő indokot mondta, a ügyvédem azt tanácsolta, hogy ne szerepeljék. Úgyhogy én olyan pontos kérdéseket tudok válaszolni, amit föl lehet tenni, elmondani nem fogom pontosan tudni. Egy bonyolult, egymás beperülős ügyvédi eljárás végkifejlete után jutottak el olyan azokba, hogy már nem működött. Csődbiztos neveztek ki, aki borzasztó, sok pénzt még elcsődbiztoskodott, és hát az utolsó néhány lépés az a hordozható Sony gépre történő Jaws portolás volt, és ez a maradék csapat dolgozik ma is. Vagy dolgozunk együtt a hibától. Hogyha van az Appaloozának utolérte, akkor ez. A közönség közben készüljön, mert hát ha bírjátok még, akkor néhány közönség kérdés is lenne. Azt megkérdezem,